Jól tudjuk a történelem könyvekből, hogy március 15 a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete, melynek célja a Habsburg uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. De mit jelent ez a jeles nap a gyerekeknek? Ők mennyire értik március 15 lényegét és jelentőségét, és mennyire állhat közel hozzájuk ez az ünnep, ha annak lényegéről csak formális megemlékezéseken kaphatnak információt. Ezeket a kérdéseket tette fel a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ is, és ennek nyomán született meg az az interaktív program, mely keretében a hajdúnállási gyerekek élményszerű formában ismerkedhetnek meg 1948. március 15-e eseményeivel. Azért gondoltunk arra, hogy ilyen formában emlékeztessük a gyerekeket az ünnep mi voltára, mert hogy több ilyen programon vagyunk túl. Az a tapasztalatunk, hogy a gyerekek sokkal jobban élvezik és sokkal jobban szeretik az ilyen programokat, mint a nyers, száraz szöveget. Ha egy ilyen eseményt például lefordítunk gyereknyelvre, és mindazt, amit a március 15-e jelent, ezt megfűszerezzük némi mozgásos tevékenységgel, szinte biztosak lehetünk abban, hogy az esemény megmarad az emlékezetükben. Az egésznapos rendezvényre 30-40 perces váltásban érkeztek az iskolai csoportok. A gyerekek három helyszínt jártak körbe ez idő alatt. A három helyszín kiválasztásánál egy nem volt kérdés, mert hogy a március 15-ét összekapcsoljuk a Pilvax kávéházzal, ahol az egész esemény sorozat elkezdődött, a Lender elnyomdával, ahol a 12 pontot kinyomtatták, illetve a később, ahol a tömeg kiszabadította a politikai foglyot Táncsics Mihályt a József laktanyából. És azt gondoltuk, hogy ez a három helyszín, ez híven tükrözi a március 15-e történetét. A magyarok ismerére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A program nem várt népszerűségnek örvendett a helyi iskolák körében. Amikor meghívót küldtünk erre a programra, mi úgy számoltunk, hogy körülbelül egy olyan 150 gyerek fog jelentkezni erre a programunkra. Hát ehhez képest, aminek nagyon örülünk, 256 gyerek jelentkezett nálunk, hogy szeretne ezen a programon részt venni. Az egész napunk 8 órakor kezdődött, és még délután 4-ig tart. Minden egész órában jönnek csoportok. Egészen pontosan 2 osztályt tudunk egy órában fogadni, ugyanis annyi helyünk van. Megérkeznek a gyerekek, a Pilvax kávéházban leülnek, helyet foglalnak, és mivel egy kávéházban kávézni szoktunk, de erről nem lehet szó, mivel hogy ők gyerekek, meghívtuk őket kakaózni. Kakaózás közben elmeséltem nekik egy rövid gyereknyelvre lefordított változatát a március 15-e történetének, aztán kinyomtattuk a 12 pontot, annak a darabjait elrejtettük ilyen puzzle-szerűen az előcsarnokban, és az volt a feladat, hogy találják meg, és rendesen rakják össze, hogy az olvasható legyen a 12 pont. Majd miután ez elkészült, volt egy olyan feladatuk, mert hogy ugye kellett kapcsolni valamit a József laktanyai börtönből való kiszabadításhoz is, és az jutott eszünkbe, hogy egy mozgásos feladat legyen. Gyakorlatilag egy ugráló kötelet hajtottunk, és az volt a feladat, hogyha az egész osztályát tud rajta kelni az úgy, hogy nem botlik bele és nem megy neki a kötélnek, akkor kiszabadul Táncsics Mihály. Az interaktív foglalkozás hatalmas sikert aratott a gyerekek körében, így jövőre várható a folytatás. A pedagógusok és a gyerekek részéről is visszaigazolásként azt láttuk, hogy rettentően élvezték a programot, mosolygósan, vidáman, jókedvűen történt meg ez az egy óra hossza, és voltak kérdéseik, például az, hogy mit fogunk csinálni legközelebb. Én azt gondolom, hogy ez arra enged következtetni, hogy maximálisan jól érezték magukat ezen a programon. Tapra magyar, híja haza. Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. A magyarok istenére!